követve az események fonalát, ismételten 56-ba ugrunk, és meglátjuk, hogy Antall József és Füle Klára hogyan ismerkedik meg. Én azt gondolom, hogy ha valaki Klára asszonnyal beszélt ezekről az évekről, akkor azt pontosan tudja, hogy itt mi megint egy mozifilmmel van dolgunk, és nehezen hihető, hogy a tánciskolából hazafelé menet, miközben Klára asszonyt az édesanyja kíséri, bármilyen ilyen hasonló beszélgetések zajlhattak volna, de hát egy filmet látunk, ami nem dokumentumfilm. Viszont megtörténnek a iskolai jelenetek is. Andréhez fordulok ismételtem, hogy valóban Antall ennyire nem vette alapul a meglévő könyveket, szabadon oktatott mind történelmet, mind az irodalmat a sajátságos tudása alapján, tehát nem a könyvekre hagyatkozva adta elő, és milyen hatással volt rátok diákokra? Valóban nem érezte kötöttséget, nem érezte azt a kötöttséget, hogy neki a tankönyvekhez és az előírt tananyaghoz kell igazodnia. Egy-két alkalommal előfordult, hogy ellenőr, tanfelügyelő, másik tanár bejött, akkor értelemszerűen átért a hivatalos és előírt stílusra, nem is stílusra, hanem a tananyagnak az ismertetésére, de egyet hadd mondjak el, ami talán nem érdektelen a későbbiek szempontjából sem. Sehol a semmifajta középiskolai tananyagban nem szerepelt az, hogy 1335-ben a lengyel király, a cseh király és a magyar király Visegrádon megállapodást kötött egymással. Antallnál ez kötelező tananyag volt, úgyhogy amikor először még nem a miniszterelnökségen dolgozva hallottam arról, hogy ez szóba kerül, tudtam, hogy ennek komoly hagyományai vannak. És egyébként milyen volt a viszonya a tanári kar többi tagjával? Arról nektek akkoriban milyen információitok voltak, vagy esetleg a későbbiekben mit tapasztaltál? Idősebb tanáraink voltak, általában 50-60 évesek voltak, eltiltott egyházi iskolai tanárok, voltak olyanok, akik inkább megpróbáltak kissé, hogy úgy mondjam, vonalasak lenni. Vegyes volt a tanári kar, de kiváló emberek voltak. Én úgy érzem, hogy Antall a maga tudásával és megjelenésével jól tudott illeszkedni még az idősebb emberek közé is. Ismét a korteremben vagyunk, kiderül, hogy blokád van. Hogyan értesült róla a miniszterelnök? Van arról a emléked, István vagy Jóska? Most így konkrétan nem. Ugye én azt tudom, hogy én rohangáltam ugye a három helyszín között, a kórház, a parlament és a tárgyalási helyszín. Ugye idő után elkezdődtek ezek a tárgyalások, és ami nem volt könnyű, ugye az még a filmből is kiderül, ugye a közlekedés. Ugye tényleg korlátozott állapotban volt. Szerintem még talán jobban, mint ahogy itt a filmben be van állítva. Ennyire nem tudta ő, tehát főleg az elején, tehát még abban sem vagyok biztos, hogy mondani a Horváth Balázsnak, hogy te vagy. Tehát azt ő előtte megmondta, hogy ez van, ez az alkotmányos helyzet, ugye helyettesítés van, és ráadásul ezt ő ugye komolyan is vette, tehát ugye nem is akart beleszólni, de mondom, az elején még nem is tudott. Az események azok eléggé, hogy úgy mondjam, maguktól alakultak, és azért volt egy jelentős hát bizonytalanság, ugye a kormány azért ugye tényleg egy kicsit feje nélküli volt, tehát bizonytalan volt, és egy elég sok kapkodás volt a dologba. Amit, ugye van egy-két dolog, amit az ember úgy talán ebből az egészből kiemelni. Tehát igen, nagyon nagy jelentősége volt, hogy az MDF ugye elkezdte szervezni ezt az ellen tüntetést. Arról ugye ez inkább a végén történt, amikor már azért a közhangulat is elkezdett megfordulni. Ugye a filmben is vannak erre finom utalások, hogy a közhangulat ugye folyamatosan változik. Még várjunk azzal a résszel, de hogyha itt még, amikor bent vagy nála a korteremben, erről tudnál mondani. 2010-ben volt egy rendezvényünk, ahol a pizsamás interjúval foglalkoztunk. Ezt utána könyvformájában is megjelentettük annak a szellemi termékeit, vagy termékét, tehát a tapasztalatát, amikor elhangoztak
ott ugye az elhangzik, hogy Feledi Péter, aki itt ül köreinkben, pont mondta el, hogy aki az interjút készítette, mondta el, hogy azért meglepte, hogy milyen körülmények között van Magyarország miniszterelnöke, van bent egy televízió, van bent néhány telefon, de egyébként a korterem az semmi extra, és egyébként Antal saját maga is elmondja, hogy az édesapja valóban ugyanebben a jó esélye lehet, ugyanebben az ágyban hunyt el. Neked milyenek voltak a tapasztalataid a kórházi körülmények kapcsán? Hát, igen, ilyen volt. Egyszerű volt, hogy mondjam. Igen, hozzáteszem, ugye az akkor a általános állapotok voltak a Kútvölgyibe, tehát nem, bár ahogy a filmben is benne van, hogy ez egy rendkívüli dolog, hogy ugye külön szobája van, tehát ugye ez azért nem, ugye is meg nagyon adott erre, hogy ugye nem kivételezni, tehát ez is egy kivételezés volt, hogy külön terme volt, hát a kortnak megfelelő állapotban volt a kórház, tehát az elég az a szokásos lepusztult körülmények között. De mondjuk a filmben nem tudom, hogy azt honnan vették, én nem emlékszem erre, hogy lettek volna ilyen videós lejátszások például, tehát ezek szerintem ilyen a filmnek a dramaturgiájából következik. De kétségtől kívül, amikor már olyan állapotban volt, akkor követte a tévén az eseményeket. Tehát az a része az jogos. Amikor már a tárgyalások elkezdődtek, akkor azt már inkább aktívan vett részt benne. Tehát én azt mondanám, hogy az első fázisban, amikor ugye a rendőrség nem avatkozik be című dolog, és akkor hogy mi legyen meg katonaság, abba kevésbé, inkább csak követte az eseményeket. Amikor már a tárgyalás volt, abban aktív, tehát távolról, de aktív szereplő volt. A film során több jelenet zajlik a kórházteremben. Általában Antal Józseffel, ápolóival, családja tagjaival találkozunk, valamint veled és Kónya Imrével. Ez mennyiben fedi a valóságot? Mi volt a tapasztalatod? Rajtatok kívül más járt-e még? Hát ez biztos, hogy ez tehát a család igen jár benn, a Kónya az szintén ez a rohangált jobbra-balra, ugye a parlament, és ő is próbált ugye tanácsot kérni. A telefonok is, az is igaz, tehát hogy mentek a telefonok, ugye, tehát az azért működött. És hát ami a leginkább, tehát azt a Jósa inkább el tudja mondani, hogy hát a Göncsel ment ez a húzavona, és hát azért egy nagy csalódás volt neki, tehát akár hogy nézzük, tehát hogy az, hogy amikor megkéri, tehát hogy ő is valamit tegyen az ügyért, akkor ugye, hogy ő nem avatkozik be, azt utána meg tényleg párt politikai szempontból. De személyesen van bent nálam? Meglátogatja? Volt erre lehetősége? Vagy inkább telefonon tartották a kapcsolatot? Lehetőség az biztos, hogy lett volna. Én nem találkoztam vele. Ha visszatérünk a tüntetés kialakulására, indítására, Hankis elemér elő már szóba jött. Jóska, mit tudsz, hogyan történhetett meg ennek a döntésnek a jelzése, vagy milyen lehetett a viszony Antal és Hankis között akár ezt megelőzően és ezt követően? Ha megengedik, akkor rögtön ezzel az utolsó kérdéssel kezdem, hiszen kronológiailag ez a korábbi történet. Hankis Elemér és Gombár Csaba 90 nyarán lett a Magyar Televízió, illetve a Magyar Rádió elnöke. Csurka István ötlete alapján egyébként miniszterelnök tett javaslatot a kinevezésre, és az eskütételük napja, illetőleg időpontja alatt pont egy nagyon fontos kormányülés volt, nagyon fontos napirendi pontokkal. Tuti, hogy benzináremeléstől kezdve szovjet csapatkivonás, egyedek ilyen kérdések terítéken voltak. Éppen ezért Antal József engem kért meg, hogy menjek át a köztársasági elnök úrhoz az eskütétel aktusára. Akkor még a köztársasági elnök és a miniszterelnök irodája is a parlament épületében volt, a két végében, köztársasági elnök a metró felé eső részén, a miniszterelnök pedig a másik kapu felé, a 17-es kapu felé eső részen. Az eskütétel után a két urat megkértem miniszterelnök úr kérésének megfelelően, hogy fáradjanak át velem a miniszterelnök úrhoz,
hiszen ő is szeretne gratulálni nekik. Beszóltam a kormányülésre, miniszterelnök meg is szakította a kormányülést, és négyen bementünk a miniszterelnöki szobába, ami hát egy, az urak igazolni tudják, egy hatalmas nagy terem volt az a miniszterelnöki szoba, közepén egy ovális asztallal, és leültünk a két oldalára, illetőleg amikor bementünk a terembe, hát a találkozáskor, kézfogáskor azt hangzik el Hankis és Antal között, hogy szervusz Elemér, szervusz Jóska. Hát ebből számomra kiderül, hogy nyilvánvaló, hogy jól ismerik egymást, Gombár Csabával pedig jó napot kívánok, jó napot kívánok. Leülünk az asztalhoz, nem tudom, hogy önök emlékeznek-e, Hankis Elemér egy kicsit olyan furcsa hanggal, fecsegve egy picit, mondja, egyszer csak megszólal, hogy mondd Jóska, mit vársz tőlünk? Antal először nem érti a kérdést, ezért megismétli újra a Hankis, hogy hát itt vagyunk négy szem közt, pontosabban nyolc szem közt, hát mondd Jóska, mit vársz tőlünk? Antal a következőt mondja, Elemér, én semmi más nem várok tőletek, hogyha valamit rosszul csinálunk, akkor arról adjatok hírt, de ha valamit jól, akkor arról is. Erre a két úr döbben le, hogy hát itt vagyunk tényleg bizalmasan, bármit lehetne kérni azt, hogy támogasd a kormányt, stb. Semmi ilyen kérés nem hangzik el. Ez az első emlékem és élményem Hankis Eleméről és Gombár Csabáról. De visszatérve magára a taxis blokkádra, illetőleg az előzményre. Előző hétvégén, tehát kétnapos kormányülés van, október 20-án és 21-én, ez egy szombat-vasárnapi nap. 20-án jön haza a miniszterelnök az Egyesült Államokból, erről az útról, ami a filmben is benne van. A vasárnapi kormányülésen már ő is részt vesz, és direkt a vasárnapi kormányülésre tesszük azt a napirendi pontot, amiben döntés születik a benzináremelésről. Tehát ami a filmben megjelenik, az egy vasárnapi kormányülés, tehát október 21-e. Valóban elhangzik, hogy csütörtökig embargós a hír, éppen ezért szerencsétlen ipari tárca szóvivője Kardos Né szerdán, amikor megkérdezik tőle, hogy a csütörtöki kormányülésen van-e napirenden benzináremelés, ő teljesen őszintén, és azt kell mondanom, hogy tényszerűen mondja azt, hogy nem, nincs. Hiszen a döntés már megszületett vasárnap, igaz, hogy nem lehet róla beszélni, mert embargós a hír. Ezért egy kicsit fura, mert valóban aztán másnap kénytelen bejelenti, hogy mégiscsak megszületett a döntés, de még egyszer mondom, az előzetesen vasárnap születik meg. Nagyon rövid a kormányülés, 25-én, csütörtökön, hiszen a kétnapos ülésen nagyon sok mindent sikerült letárgyalni, és egy picit azért is rövid, mert Antal József nincs jelen, tehát amikor azért ő jelen van, sokkal hosszabbak azért az ülések. A lényeg az, hogy valamikor délután véget ér, én elhatározom, hogy elkészítem a szó szerinti jegyzőkönyvet, ugyanis akkor még annak a kormánynak az üléseiről magnófelvétel, hangfelvétel készült, és írásos szó szerinti jegyzőkönyv is. Ez az én feladatom volt, ennek a véglegezése, és később majd a ülésvezető miniszterelnök vagy helyettesével történő aláírás. Amikor kimentem a parlament épületéből, hogy vacsorát vegyek magamnak, láttam azt, hogy a rendőrök a Kossuth tér szélén lévő hatalmas virágágyásokat tolják szét, amit nem igazán értettem, ezért meg is kérdeztem az egyik rendőrt, hogy mi történik itt. Ő közölte, hogy jönnek a taxisok tüntetni. Én korábban a kormányhivatal előtt az igazságügyi minisztériumban dolgoztam, és a sors úgy hozta, hogy az gyülekezésről szóló törvény tervezetét én személyesen készítettem, amit aztán a parlament el is fogadott, tehát teljesen tisztában voltam vele, amit Kónya be is mond a filmben, vagy legalábbis a színész, hogy akkor jogszerű egy tüntetés, ha 3 nappal korábban történik a bejelentése. Nyilvánvaló, hogy ez nem történhetett meg. Ezért meg is kérdeztem a rendőrt, hogy ez ki engedélyezte. Közölte, hogy Barna Sándor, Budapest rendőr főkapitánya. Jó, különösebben nem akadtam fel a dolgon, elkezdtem dolgozni a jegyzőkönyvben, valóban a taxisok érkeztek a Kossuth térre, és egyre hangosabbak voltak, ezért lementem közéjük belehallgatni, hogy mi történik. Hát a hangulat az természetesen fokozatosan hevítődött, ezért fölmentem az irodámba, és fölhívtam Barna Sándor, Budapest rendőrfőkapitányát. Az igazság az, hogy Antal József akkor még
nincs magánál, tehát őt nem tudtam fölhívni, és megkérdeztem, hogy ő kap-e folyamatosan tájékoztatást, hogy mi történik a téren, és mondta, hogy természetesen ott vannak a biztosító rendőrök, akik CB rádión adják le folyamatosan az információt. Oké, visszamentem újra a térre, és itt a filmben ott a tömeg kezdi el kiabálni azt, hogy foglaljuk el a hidakat. Ténylegesen kiment a parlament lépcsőjére, fölállt egy fiatalember, és egy ilyen hangos bemondón mondja be először azt, hogy foglaljuk el a hidakat. Ezt egyébként Horváth Pál is, a taxisok egyik akkori vezetője, másfél hónappal ezelőtt a Klubrádióban szintén ő ugyanígy elmeséli, és azt mondja, hogy mind a mai napig nem tudjuk, mi taxisok, hogy ki volt ez a fiatalember. Miközben mindenkit ismertünk a taxisok között. Lényegtelen, amikor ez elhangzik először, fölrohanok újra az irodámba, fölhívom Barna Sándort, és mondom neki, hogy hát ez már kezd komolyabbá válni, hiszen most hangzik el az, hogy foglaljuk el a hidakat, láthatóan az első taxik el is indulnak, kérem, hogy a rendőrség intézkedjen, állja el az utat, ne engedje a taxisokat a hidakat elfoglalni, akadályozza meg, hogy blokád alakulhasson ki. Barna Sándor erre a következőt mondja nekem, nem kell ezt komolyan venni, reggelre úgyis hazamennek. Tehát ez csütörtökön este, tehát ami a filmben is elhangzik, hogy ez még csütörtökön megelőzhető és megakadályozható lett volna, határozott véleményem, hogy igen. És akkor megússzuk ezt az egész taxis blokádot, és a demokráciának ezt a kisiklását is, ami akkor történt. Visszatérve még, ne arra ugyanak, még hadd maradjon nálam, hiszen István volt a kórházban, én pedig a parlamentben. Csütörtökön este én még hazajutok viszonylag jól, másnap reggel fél nyolcra beérkezem a parlamentbe, akkor már hallom azért a híreket, hogy a hidak már el vannak foglalva. Én Pesten laktam akkor, tehát még viszonylag jól be tudok érni, és egyszer csak megjelenik nálam a Honvédelmi Minisztérium jogi főosztály vezetője, egy honvéd ezredes, aki elmeséli a következő történetet. Ő nyáron 3 hónapig kiképzésben volt az Egyesült Államokban. Az volt az első olyan időszak, amikor honvéd magasrangú tiszteket már kiküldtek az Egyesült Államokba továbbképzésre és nyelvtanfolyamra, és ő elmeséli azt, hogy kivitték őket egy éles blokkád helyzetre. Egy országos forgalmú utat lezártak fuvarozók, oda vitték őket is megmutatni, hogy ők ezt hogy oldják meg. A Nemzeti Gárda egységei vonultak föl, iszonyú dugó alakult ki, hiszen ment volna a forgalom, nem tudott haladni tovább. Felszólította a Nemzeti Gárda a fuvarozókat, hogy oldják föl a blokkádot, mert ez törvénytelen, a mozgásszabadság, emberi szabadság megsértése, stb. Stb. 3-szor ez elhangzik, nem történik semmi. Vasrudakkal betörték a szélvédőket, mert a sofőrök bennültek a gépjárművekben. A betört szélvédőn keresztül kirángatták a sofőröket, megbilincselve elvitték, és utána letolták ilyen hatalmas járművekkel a blokkádot alkotó autókat. A tömeg óriási jelenzésben, talsviharban tört ki, hogy a mozgásszabadságuk és az emberi szabadság joguk újra biztosítva van. Ez volt Amerikában. Ezt elmesélte nekem ez a honvéd ezredes, mondta, hogy próbáljuk meg mi is ezt. Meg is csináltuk rögtön a 3000-es határozatot, amiben az volt, hogy akkor még voltak a honvédségnek ilyen építő alakulatai, de a honvédség biztosít ilyen hatalmas járműveket, egy ilyen hókotró itt is megjelenik a filmben. Fölhozzák őket Budapest határába, kiskatonák kiszállnak, hivatásos rendőrök fognak majd beülni, és természetesen teljesen szabályosan felszólítják a taxisokat, figyelmeztetve az osztatásra, illetőleg a blokkád megszüntetésére, arra nagyon vigyázva, hogy testi épségben ne történjen sérülés, és utána az, egyébként a cél az lett volna, hogy az Árpád hídon egyes sávot így megszabadítanak a két irányba, és akkor legalább a Budapest és vagy Pest és Buda között közlekedés legalább ezen a hídon biztosítva lesz. Horváth Balázshoz átmentünk a belügyminisztériumba, ahol elmondtuk ezt neki, ő aláírta ezt a 3000-est, együtt visszamentünk a parlamentbe,
ahol folyamatos kormányülés kezdődött lényegében vasárnapig, tehát ez péntek kora délelőttről van szó. Balázs elmondta ott a kormány tagjainak, kormány tagjai helyeseltek, hogy oké, okay, rendben, és valóban úgy volt, hogy ez péntek délben kezdődik ez az akció.